számai alapján történik. A nyeremények átvehetőek a mérkőzés után a stúdióba. Kedves hölgyeim és uraim! A mérkőzés előtt Barkás Sándor, a Békés Csaba 1900... Tisztában voltunk az elejétől, hogy ki ellen fogunk lépni a pályára. Tudtuk, hogy 2264 meccsen B1-be, aki lejátszott, hogy biztos, hogy van sok rutin, sok tapasztalat, hogy el fogják bírni a terhelést, és azt mondanám, hogy erre nagyon jól rákészítünk minden szegben, minden fázisban. Uraltuk a meccset, azt mondom, amit megbeszéltük a srácokkal a héten, és az utolsó 8 hónapban azt mondja, hogy mai meccsen jött ki, mindenki szorgalmasan dolgozott, de pontosan tudták, mi a feladat, és minden pillanatban ők voltak azok, akik tudták pontosan, hogy mit akarok kihozni abban a szituációban. Hát én azt mondom, hogy tovább kell építeni. Vannak persze minden meccs hozzá egy újdonságot, minden meccs van az a része, amin kell javítani. Nekünk is meg kell nézni a felvétel, meg kell nézni, ki kell elemezni, és azon kell dolgozni. Ebben a pillanatban azt mondom, gratulálok a srácoknak, azt mondom, hogy megérdemeltük a 3 pontot, és én tovább kell építeni. Hát mindkezdet így terveztük. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de az első találkozó, amikor lejöttünk, akkor erről beszéltünk, hogy ezt a meccset így, ahogy Máma labdarúgást nyert, mert láttuk, hogy 5000 szurkoló kint volt, azt hiszem, hogy egy olyan meccs volt, amit mindenki fog beszélni még jó pár hétig. Azt mondom, hogy amit elterveztük még június elején, azt mondom, hogy Máma jött ki, egyáltalán nem meglepő nekünk. Nekünk most innen tovább kell lépni, tovább kell építeni, és tovább kell fejleszteni a csapatot. Ideig se szálltunk el, azt mondom, hogy ott voltunk a versenyben, nekünk a cél az volt, hogy legyünk a versenyben a többiekkel, továbbra is ezt fogjuk erőtetni nekünk ezen, majd a végén kiderül, hogy mennyire elég, de azt mondom, hogy mindenki a versenyben van, 5 csapat még ott van, nagyon kicsi a különbség, úgyhogy a srácok is tisztában kell lenni, hogy ez még nem lefújt bajnokság, itt még 9 meccs van hátramban, amit azt jelenti, hogy 27 pont van, de mindenki még tud szerezni, úgyhogy erre kell építeni és erre kell gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy az eredmény nem azt tükrözi, ami a pályán történt. Egy jól eltalált szabadrugással, ami érzésem szerint védhető volt, főleg úgy, hogy ott állt a kapusunk. Vezetés szerzett a Békés Csaba. Most is azt tudom mondani, mint amit meccs közben éreztem, mi diktáltuk a dinamot, a tempót. Nálunk volt a labda többet, viszont a Békés Csaba szerzett gólt, és pontokat a világ bármely táján ezért adnak. Hát van egy-két olyan dolog, amire úgy fel fogom hívni a figyelmet. Tehát azt hiszem, hogy miért a világ az a csapat, amelyik jobban akarja győzelmet, többet tesz a sikerért, az megérdemli, hogy itthon tartsa 3 pontot. Itt voltak olyan momentumai a mérkőzésnek, amikor bizonyos szituációban a Békés Csaba jobban akarta, hogy övé legyen a labda. Tett érte, oda ment, a mi játékosunk 3 méterre nézte, hogy az égből leesik a labda, oda nem ment volna megzavarni, ebből kaptuk az első szabadrugás gólt, és ebből lett az a szituáció. A másik az, amikor megbeszélünk valamit, és hanyat homlok, más csinál a játékos, az egy fegyelmezetlenség. Nagyon nehéz mit kezdeni vele, valahol megértem, hogy mindenki megy a pályán össze-vissza, de egyszer valamit megbeszélni, azt én úgy gondolom, hogy be kéne tartani, de ettől függetlenül én most is azt mondom, hogy ez a 2-1-es vereség ez nem tükrözte azt, ami a pályán történt, független attól, hogy mi csak az utolsó pillanatban tudtunk egy gólt szerezni. Sajnálom a fiúkat valahol, sajnálom a szurkolókat, megyünk tovább, jövő héten kötelező győzelemben más elképzelhetetlen.
nehéz mit mondani ilyenkor, rögtön a meccs után, hisz az első fél idő után nem éreztem úgy, hogy a Csabában van annyi, hogy itthon tartsa három pontot. Sajnos ez nem így lett, a második félbe fölve volt a játékuk. Úgy érzem, hogy a Karácsban jobban akarták a győzelmet, mert mi is teljes oldalással akartuk ezt a meccset. Nagyon csalódottak vagyunk. Sajnos ez nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Arra volt megint a lehetőség, hogy elhúzzunk a mezőntől, megint nem értünk fele. Ez már nem az első volt. Sajnos megint nem tartunk a saját hibámból. Én úgy érzem, hogy nehéz mit mondani ilyenkor, de mindenkinek saját magába kell nézni, rendezni, hogy ki mit, mennyit tett a győzelemért. Nyilván most már hónaptól készülünk a szolnoki mérkőzésre, ott szeretnék javítani, de jelenleg szerintem én nyomot hagy bennem ez a verseny.